Kedves magyar és horvát barátaim! A Szent Korona és a Szent László örökre összeköt minket. Nagyon fontos két szimbólum, mert mítoszgyilkos korban élünk. Olyan korban élünk, ahol a sötét lelkű embereket, a gazembereket felemelik, felmagasztalják, a hősöket pedig megpróbálják elfelejtetni velünk. Amikor évekkel ezelőtt horvát barátainkkal elkezdtük szervezni ezt a megemlékezést, akkor az a cél vezérelt, hogy napjaink valódi hőseire emlékezzünk, hiszen Szent László hősei még ma is itt élnek közöttünk. Nagyon fontos, hogy ebben a mítoszgyilkos korban mi eljöjjünk, és hogyha csak hárman lennénk itt, akkor is fontos, hogy itt legyünk, mert el kell vinnünk a hírét a szentlászlói hősöknek, meg kell mutatni azt a példát, amit 1991-ben itt ők mutattak nekünk is. És hogy hatással volt rám is az ő hősies helytállásuk, talán magyarság tudatom, azonosság tudatom formálásában is igen komoly szerepet játszottak. Nem véletlenül már a 90-es évek végén jártam itt először, amikor ez a falu nem így nézett ki. Láthatjátok, hogy a házak nagy része azóta épült, ezt a falut, Szent Lászlót a földdel tették egyenlővé a gyilkosok, a sátán katonái, akik a vörös csillagos tankok alatt támadtak Szent Lászlóra. De az az erő, amit én mégis itt éreztem, már a 90-es években a rommá lőtt elpusztított faluban, Szent Lászlón, az óriási hatást gyakorolt a saját magyarság tudatomra, a saját azonosság tudatomra. Ezt az erőt, amit itt közvetlenül a háború után még lehetett érezni, ezt az erőt most nekünk, emlékezőknek és emlékeztetőknek kell továbbvinnünk. Ezért jövünk itt össze minden esztendőben, és ezért vagyok nagyon hálás mindannyiótoknak, akik ma is eljött, magyarok és horvátok, hogy tovább vigyük, messze vigyük a hírét a szentlászlói hősöknek. Dicsőség Szent Lászlónak, dicsőség a magyar és a horvát hősöknek, táplálkozunk a példamutatásukból, és tovább folytatjuk a küzdelmet hazánkért, fel a győzelemre!